csodálatosan szép jó reggelt kívánok mindenkinek, itt van velem Dominik, Éva, Sanyi és Bence is, ő vezet. Elindultunk ki a reptérre, a pontos idő, mennyi a pontos idő, nem látom. 2:43. 3:43. 3:43. Sanyi. Egy kicsit túl korán van, én nem is túl sokat aludtam, viszont Dominik itt nagyon éri a programot. Hello! Hello! Elég rossz itt a világítás, úgyhogy ahogy a reptérre értünk, jelentkezem. Sziasztok! Rebeka vagyok, nem vagyok álmos, megérkeztünk, menjünk a Budavibbe, nyilván. Nyilván, hát hova máshova. De igen. Úgyhogy itt vagyunk, és én nem hiszem, hogy én vezettem el idáig. Iratkozzatok fel. Miért vagyok ilyen homályos? Most már teljesen nyugiba itt vagyunk bent. Kajálunk, mindjárt jön vissza édesanyja is. Becsekkoltunk, iszogatunk, eszegetünk. Egy kicsit kapkodósra sikerült az indulás, de ettől függetlenül minden király. Már nagyon éhes vagyok, úgyhogy gyorsan kajálok. És ha van valami fontos, akkor jövök. Megkajáltunk egyébként, és nagyon jól laktam, viszont kezdek kajakómázni. És az az igazság, hogy én nem aludtam szerintem fél óránál többet, az tuti. És annyira fájnak a szemeim. Úgyhogy alig várom, hogy fel tudjunk menni a repülőre, leüljek és egészen Milánóig aludjak. Még sminket se tettem fel, annyira kómás voltam reggel. Felé közeledünk lassan, és szállunk fel a kis repcsire. Másfél óra az út, vagy 1:50, valami ilyesmi. Hát én aludni fogok, ez egyértelmű, és megpróbálok azért menet közben bejelentkezni nektek, vagy legalább megmutatni, hogy hogy néz ki a gép. Na menjünk! Megszereztem az ablak melletti helyet. Nagyon kedves fiatal lányok befoglalták a helyemet, és belementek, hogy akkor cseréljük is el. Úgyhogy így sikerült kapnom egy ablak melletti helyet. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor videózom nektek a felszállást is. Hour later. Aludtunk egy nagyot, Sanyi is, meg én is. Mind a kettőnknek a nyaka. Na mindegy, de elkezdtük a leszállást. Édesanyja imádja, ez a kedvenc része az egészben. Sajnos nagyon felhős és ködös az egész ég végül is. Úgyhogy nem láttátok semmit, de ahogy odaérünk, azon nektek.
Hát a világítás nem a legjobb, de a lényeg az, hogy itt vagyunk, megyünk a tömegközlekedéshez, vonattal vagy busszal megyünk, nem is tudom, és igen, kezdek éhes lenni. Te? Fashion boy. Fogtunk egy buszt, amivel el fogunk menni. Utána szaladtunk. És leszállítottunk róla mindenkit, és fölférünk. Ez annyira vicces volt. Nem értem, hogy... Nagyon megfogtuk. Most mi van? Jó, hát az egy dolog, hogy itt állt, és utánunk szóltak, hogy akarunk-e jönni, de nem ez a lényeg. Ja, megyünk Milánóba. Már a buszon ülünk, ahogy az előbb is elmondtam. Én fogok még egyet aludni, és aztán valamit ennem kell, mert nagyon éhes vagyok. Pizza. Család többi tagja? Pizza teszem. El is indulunk körülbelül fél perc múlva, ha jól érzem, úgyhogy megint megyek aludni. One eternity later. Nagy nehezen megérkeztünk egyébként Milánóba, és körülbelül dupla annyit jöttünk, mint kellett volna, olyan brutális forgalom volt. Úgyhogy egy ilyen 40 perces utat szerintem másfél óra alatt tettünk meg. Emellé esik is az eső, de legalább kialudtam magam. Úgyhogy most veszünk metrójegyet és megyünk a szállásra. Lejöttünk a metróba, végre. Az előbb a másik oldalon kezdtünk, aztán felvilágosított minket egy cuki helyi bácsi, hogy amúgy tök rossz irányba indultunk el. Most azt hiszem elvesztettük az anyukánkat, és hogyha jön a metró, akkor végre felcsücsenünk, és megyünk a szállásra. Woohoo! Figyeljetek! Aki ennyiből nem tudná, hogy mi fog itt történni. Pont mondtam édesanyának, hogy ez élőben is nagyon szép. Csak süssön már ki a nap, hogy tudjak képet csinálni vele. Amikor eszedbe jut az ebéd végén egyébként, hogy semmit nem videóztál, de olyan éhes voltál, hogy muszáj volt enned. Most meg olyan fáradt vagy, hogy mindjárt elalszol, de nagyon jót kajáltunk, ugye? Nagyon-nagyon finom volt minden. Megittünk egy kis aperolt, mindegy. És nézd, és nem süt a nap, de ott a dróm. Dróm? Vegyük úgy. És nézd, nem süt a nap. Hogy hívják ezt a... Ja, dróm. Aztán most megyünk vizet venni, és indulunk is haza, vagyis hát a szállásra. Most már azért fájdogál a lábikám, úgyhogy éppen ideje lesz egy kicsit hazamenni, letusolni és pihenni. Aztán este folytatjuk tovább. 3 hours later. Na sziasztok! Körülbelül 3 órával később, egy hatalmas alvás után, nagyon kipihenve, legalábbis én biztosan, elindulunk a második kis túránkra. Igazából még azt se tudjuk, hogy hova megyünk, ugye? Nem tudjuk még. Felfedezünk, úgyhogy valószínű, hogy most be fogunk menni pár ruhásboltba, kicsit körbenézünk, hogy mik vannak. Aztán az egyik nagyon jó barátnőmtől kaptam tippeket, hogy hova menjünk el kajálni, milyen éttermeket próbáljunk ki. Úgyhogy az egyiket ma szerintem ki is fogjuk próbálni. De mindenképpen jelentkezem még nektek, csak szerettem volna megmutatni, hogy így állunk most. Tömény Nutella. A tiéd, édesnyájé az mihez? Pisztácia? Kóstű.
Remélem több. Ez amúgy, hogy hívják ezt édesanyám, mit mondtál? Mondtam. Rákforog. Az. Szóval, hogy nem rossz, de semmi extra. Mindjárt itt ilyen mukbangba megyünk át. És vissza is értünk. Azt néztük egyébként, képzeljétek el, hogy az eleje, ez az oldal, iszonyatosan gyönyörű, és igen, édesnye javít, hogy tiszta, és ha megnézitek ott, baromi koszos. Az az oldala le van takarítva, amit fotózni szoktak, aztán annyi. Jó, az a többit kirátja. Megtaláltuk az olasz Oxót. Olasz Oxó. What? Cola. Eljöttünk egy cukorkaboltba, és egy kicsit túlságosan izgatottak vagyunk. Kicsit már lekopott a rúzsom, de végeztünk a vásárolgatással, és a kajával is, és mindennel. Meg kellett várnom, míg eljövünk eddig, mert nagyon hangos zene megy az összes teraszon a dom környékén. Most megyünk vissza a szállásra, aztán Sanyi még lehet, hogy elmegy edzeni. Én viszont esélytelen, nagyon jót kajáltam, úgyhogy inkább pihenünk egyet édesnyával. Voltunk egy csokis, édességes, nasis boltban. Valami brutális, hogy mennyire király volt az a bolt. Olyan dolgokat láttunk benne, hogy fantasztikus. The next day. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Indulunk le reggelizni édesanyáikkal. Azt mondták, hogy nem mutathatok senkit, mert vállalhatatlan állapotban vannak. Megmutatom nektek. Vettünk édesanyának már rózsát, mert ma van a szülinapja. Úgyhogy Sanyival mi már megleptük. Nyugi, nem foglak megmutatni. És most pedig megyünk reggelizni, úgyhogy gyertek velünk. Wow! Tjú, de öreg asszony szag van. Olyan jót reggeliztünk az előbb. Most visszaértünk a szállásra. És szívem szerint visszafeküdnék aludni. Milyen jó itt is a fény mindenhol. Jaj, ezt meg akartam mutatni. Airbnb-szerű helyen vagyunk. És, ó, oh, magyarok, hello! De egyébként tök jó vannak, nagyon kis cukírások. Vagyis azt hiszem, mert a felét nem értem, de... Kebab. Na sziasztok, itt vágás közben jövök rá egyébként dolgokra. Egy csomó klipet sajnos nem tudtam használni már eddig se, mert a drága öcsikém kicsit csúnyán beszélt benne, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. És ezen kívül itt sem mondtam el nektek, hogy most mi fog történni. Azok a jegyek, amiket vettünk, azok a domba szólnak. Be lehet menni, körbe lehet nézni, úgyhogy most ezt a részt fogjátok látni, ahogy bementünk, ott a tető részt és a belső templom részt végül is kicsit körbejárjuk. Wow! Úristen! Most vettem észre a vízköpőket. Ont azt nem lehet látni. Amúgy, ha egy kicsit jobban megnézitek, mennyire díszített. Látod, édesanyja, te is, hogy milyen részletes minden? Ami messziről tényleg csak úgy tűnik, hogy váó, de szép, azt így közelről megnézed. Nagyon élem.
Így jók vagyunk? Köszi! És a város legnagyobb látványosságát láthatják itt előttünk. Markó Sándor, alias... hát nem tudom, hogy mit mondjak róla. Ja, itt van, nézzétek! Értékeljétek! Egy ilyen csokis boltba voltunk tegnap, és wow! Tele vagyunk új cukorral és csokival. Kulturálódjatok, ez nagyon szép. Éjjel pedig az a kis aranycút világít. Mert hogy nem az világít, hanem ki van világítva. Köszönöm a közreműködést. Ó, nagyon szép. Hello! Iszonyatosan süt a nap, úgyhogy nem fogjátok igazából látni az arcomat és azt, hogy hol vagyunk, de mégis megpróbálom megmutatni. Mennyire menő? Itt vagyunk igazából a dóm mellett egy teraszon, és itt fogunk kajálni édesanyáékkal. Na gyerekek, képzeljétek el, hogy változtattunk, mert édesanyja nem talált kaját azon a helyen, ahova mentünk. Viszont olyan helyre jöttünk, ahova a Sanyi már nagyon régóta szeretett volna. Hát én meghagytam magam belerángatni a dolgokba. Futóasszalos, vagy nem is tudom, futószalagos kajába vagyunk éppen. És én próbálom itt kiválogatni a kevésbé halas opciókat. De fú, azért jönnek ám itt a finomságok, majd mutatom nektek. Ez egy komoly Snapchat reklám. Ez azért vagány, nem? Megint régen jelentkeztem egyébként be, itthon vagyunk, itthon, hát a szálláson vagyunk inkább mondjuk így, otthonnak egy kicsit erős lenne nevezni. Van előttem egy szatyor, amitől konkrétan kiugrok a bőrömből. Annyira vártam már, hogy ezt végre megvegyem. De nem fogom nektek most megmutatni, mert erről egy külön videót tervezek nektek. Szerintem ebből látszik, hogy mennyire nagyon-nagyon vártam rá, és mennyire boldog vagyok tőle, hogy csinálok egy külön videót róla. Amit lehet, hogy egyébként alig fogtok megnézni, de nagyon boldog leszek tőle, úgyhogy igen, megyünk kajálni, utána le is zárom ezt a vlogot itt, mert a másik két nap egy külön vlogba fog belemenni, úgyhogy induljunk kajálni. És befejeztük a vacsit és a vacsival együtt a mai napot is. Nagyon jól éreztem magam, és annyira tele vagyok, hogy valami hihetetlen. Ti is jól laktatok? Nagyon. Egy kiló sztéket ettek, úgy képzeljétek el, tehát az azért... Elég volt éppen. Kemény. Desszertelem. Én még desszertelem. Bevertünk még egy kis desszertet, az a biztos. Úgyhogy most megyünk vissza a szállásra, fürcsizek egy hatalmasat, hajat mosok,
És aztán pihenünk le, mert holnap egy kicsit messzebbre is szeretnénk menni, nem csak itt a belvárosba. Holnap folytatom a videózást, viszont ezt a videót itt lezárom, úgyhogy a következő vlogban láthatjátok majd a másik két napot. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Kövessetek engem Instán is, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!